Szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot. Nem tudom, ki az, aki az előző két hasonló című előadást hallotta. Tehát ez most már a harmadik előadás, amely a csillagok termodinamikájáról szól. A csillagokról sok mindent lehet mondani. Szépek verset is lehet írni, de speciál a termodinamikájukról is lehet elég sokat beszélni. Ígérem, hogy ez lesz az utolsó, ami erről a témáról szól. Ugye itt most valami csillagrobbanás látszik az ábrán. Ennek a részletei... Mi hangzik? Mit csinálja? Ennek a részleteiről lesz a továbbiakban szó. Ehhez szeretném felidézni a korábbi ide vonatkozó előadások bizonyos információit. Először is egy három motto, mert egy motto az ilyenkor már nem elég egy három részes előadáshoz. A termodinamika tudománya az nem azonos az ideális gázállapot egyenletének a többszörű felírásával és átrendezgetésével. Vannak, akik a középiskolában azt hiszik, hogy a termodinamika ezt sokkal izgalmasabb és sokkal mélyebb dolog. Einstein azt mondta, hogy frissen csodálkozó szemmel kell ránézni a világra, úgy, ahogy a gyerekek, és akkor nagyon érdekes és izgalmas dolgokat látunk meg. És Eddington volt az a nagy csillagász és fizikus, aki valamikor a 20. század elején, amikor még nem tudták, hogy a csillagokban magreakciók történnek, azt mondta, hogy most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megértsünk egy ilyen egyszerű objektumot, mint egy csillag. És tényleg egyszerű objektum. Ugye ennek a előadás sorozatnak az a cím, hogy az atomoktól a csillagokig. Nyilván mindenki atomokból van. Az én nagynéném egyszer nagyon megijedt, amikor azt mondtam, hogy ő is atomokból van. Júj, akkor ugye féltek az atombombától az emberek, de nem nagy kúsz. De az atomok azok bonyolultabb struktúrákba szerveződnek, tessék megkérdezni a kémikusokat, és utána több lépcsős szinteken jutunk el a nagy dolgokig. Viszont a csillagok speciál azok az objektumok, ahol közvetlenül az atomokból összeáll az a nagy izé. Például azért, mert nagyon meleg van. A nagy melegben a bonyolultabb, finomabb struktúrákat nem lehet elkészíteni. Tessék elképzelni, hogy rázós teherautón kártyavárat építünk. Hát az nem fog összejönni. Azokat kis energiák, kis erők is szétverik az ilyen finom struktúrákat. 21-ezni lehet a rázós teherautón is. Hát csak, hogy egymás mellé rakjuk az objektumokat. Na, a csillagok valamilyen ilyen értelemben közvetlenül az atomokból épülnek. Csillagoknak még egy érdekessége van atomfizikai szempontból, többit majd elmondom, hogy nagyjából ugyanannyi atomból épül föl minden csillag. Ki lehet elméletileg számítani, hogy 10 az 57-en plusz-minusz egy nagyságrend, hogy ennyi részecskéből áll egy csillag. Tessék meggondolni, hogy a csillagok mérete az nagyon különbözik. A legkisebb az 10 kilométeres, a legnagyobb meg 100 millió kilométeres, tehát akkor, mint a Mars pályája, több 100 millió kilométeres. De tömegben elég közel vannak egymáshoz, tehát néhány nagyságrenden belül van az összes. Ki tudja, hogy mi az, ami a hidrogénatom és a csillag között félúton van, így ilyen logaritmikus skálán, tehát nagyságrendben, ami annyiszor nagyobb a hidrogénatomnál, ahányszor kisebb a csillagnál. Ide? Pontosan az ember. Mégpedig én kiszámoltam, körülbelül ilyen nehéz ember, mint én. Jó? No, hát akkor nézzünk egy kicsit bele a dolgokba. Itt a korábbi előadásokat felírtam, meg lehet találni mindegyiket a neten, a felvételét is, meg ezeket a fóliákat, amiket felpakoltunk. Egyszer a magfizikáról volt szó részleteiben, és ezeknek az eredményeit itt felhasználom. Néhány ottani fóliát előkapok. És a másik kettő pedig a csillagok keletkezésével, illetőleg a fejlődésük egy bizonyos érdekes termodinamikai problémájával foglalkozott, hogy lehet a hamuval újra fűteni, milyen jó lenne, ha ezt mi is tudnánk csinálni. Na hát nézzük meg, hogy idézzük, hogy hogy keletkezik a csillag. Itt a nagy semmi van benne, egy gázfelhő elkezd összesűrűsödni, egyre sűrűbb és egyre melegebb lesz, aztán egyszer csak elkezd világítani, és protocsillagnak hívjuk, aztán egyszer csak kigyullad a csillag. Tehát sok izgalmas dolog történik vele, amíg megszületik a csillag. Erről volt szó egyik első előadásom. Tehát egy forró sűrű csillag lesz belőle. Most nézzük meg, hogy néz ki a csillag élete a fősorozaton. A fősorozat a csillagászok egyik kedvenc kifejezése. Egy diagramon ábrázolják a csillagoknak a paramétereit, színét meg fényességét, és leszokták őket rajzolni. Valahogy van egy ilyen diagram, és mindegyik csillagot ül egy pontban, a sok csillagot egymás mellé rajzolunk, kapunk egy ilyen görbét. Hát nézzük meg a csillag történetét a fősorozaton. Hoppá! Telnek a milliárd évek, és hát kb. Ugyanúgy néz ki.
Tehát a csillag évmilliárdokig nem csinál semmit, pontosabban szorgosan dolgozik és használja fel a hidrogént, átalakítja héliummá, sugároz, és hogyha elég tisztességes csillag, akkor mellette, mint egy langyos kályha mellett, egy langyos óceánban megszületetnek azok az amőbák, akiknek az utódai később fölnéznek az égre és megpróbálják rekonstruálni a történetet. Tehát a csillag az nagyon sokáig egyforma módon dolgozik. Ez azért teheti, mert van egy önszabályozási mechanizmus, egy visszacsatolási rendszer, ami egyensúlyban tartja. Ez részben mechanikai, hidrosztatikai egyensúly, hogyha össze akar húzódni, akkor bent melegebb lesz, melegebb csillagbelsejébe gyorsabban mennek a folyamatok, nagyobb lesz a nyomás, és az kitágítja, visszaviszi az előző állapotba. Ha véletlenül kitágulna, akkor hidegebb lesz belül, kevésbé mennek a folyamatok, kisebb lesz a nyomás, összehúzódik. Tehát ilyen visszacsatolási rendszer működik benne. Tehát a gravitáció és a sugárnyomás egyensúlyt tart a csillag belsejében. Ezt le lehet írni egyenletekkel, ki lehet számolni. Ezt csinálta meg Eddington még azelőtt, mielőtt tudták, hogy honnan van az energia a csillagokban. És termikus értelemben is egyensúlyban van, egy tisztességes csillag annyi energiát termel a közepén, amennyit a felszínén kisugároz. Az energia egyszerűen átfolyik az anyagán, kiér a felszínére, aztán kisugárzódik onnan. Jó, tehát ezt megint föl lehet írni egyenletekkel, és ebből ki lehet számítani a csillag belsejében, hogy a hőmérsékletet a sugár függvényében. Belül van a legmelegebb, kívül a felszínen gyakorlatilag nulla. Hát az nekünk nem nulla, mert a nap felszínén 6000 Kelvin van, de ahhoz képest, hogy a belsejében 14 millió, azért az, a külső az már majdnem a semmi. Jó, tehát a csillag egy negatív visszacsatolású, tehát önmagát szabályozó, önszabályozó nukleáris kazán. Tehát egyensúlyban van sokáig. Na de meddig? Nem örökké. Addig, amíg el nem fogy a hidrogén. A hidrogén az alapanyag, ami alapüzemanyagként működik, és hogy meddig tart, ez viszont rendkívül érdekes módon a csillag tömegétől függ. De előbb azt mondtam, hogy minden csillag majdnem ugyanakkora. Tehát néhány nagyságrenden belül vannak a csillagok, de érdekes módon ezen a pár, tehát ilyen százas szorzófaktoron belül, hogy a kisebb és nagyobb csillagok nagyon másképp viselkednek. Tessék ennek az alapjait megint elképzelni. A gravitáció összehúzta a csillagot, és a belsejében meleg lesz. Nagyobb tömeget jobban összehúz a gravitáció, ez egy nagyobb nyomást gyakorol a belsejére, ezért ahhoz, hogy a gravitációnak ellen tudjon állni, ott a belül nagyobb nyomásnak kell lenni, ezért ott gyorsabban mozognak a molekulák, melegebb lesz. Melegebben gyorsabban mennek a magfizikai folyamatok, ezért hamarabb elfogy az üzemanyag. A leglassúbb, tehát legkönnyebb csillagok akár több százmilliárd év alatt szépen lassan elpislákolgatják az üzemanyagokat, lassan jár tovább égsz, vagy hogy kell ezt mondani. A leggyorsabban elégő óriás csillagok azok akár néhány millió év alatt. Tehát ezres vagy több százezres nagyságrend különbség van az életkorukban, pedig a nagyságukban nem túl nagy különbség. Hát most arról lesz szó, hogy mi történik, amikor a csillagok az életük vége felé járnak, akkor miféle termodinamikai problémák lépnek föl, milyen furcsa jelenségekkel találkozunk. Ezeket a most következő fóliákat nem akarom részletesen elmondani, ezek a korábbi előadásokban szerepeltek, ugye az atom szerkezetéről, az atomban alkotó részei között ható erőkről volt szó. Ennyit kell most ebből megjegyezni, az atommag alkotó részeit, a protont meg a neutront összekötő erőket szemléletesen úgy képzelhetjük el, mint amikor bogáncsokat dobálunk. Messziről nem vonzák és nem taszítják egymást, ha egymás közvetlen közelébe érnek, akkor össze tudnak ragadni. Egy ilyen nagy összeragadt objektum sok bogásból álló, valami így nézhet ki, vagy így képzeljük az atommagot. Azzal egy extra különbséggel, hogy a pozitívak, a protonok, amiket itt most pirossal rajzoltam, azok viszont elektromosan taszítják egymást. Tehát ha túl nagy gömböt akarnék összeragasztani, azokat az elektromos taszítás szétveti. Erről részletesen volt az egyik korábbi előadásban, hogy miért nincsenek túl nagy atommagok. Valahol véget ér a periódusos rendszer, mert a túl nagy atommagokból már a kisebb alkotó részeket kiveti az elektromos taszítás. Ha lerajzoljuk, itt kint az egyetem folyosóján meg lehet részletesen tekinteni az ilyen táblázatokat, az összes atommagnak a térképe egyik irányban a neutronokat rajzolja az ember, megszámozgat, a kockáspapírra érdemes elkészíteni, függőlegesen meg a protonok száma, a Z-vel jelöljük. A feketével jelölt helyeken vannak a legstabilabb atommagok, a
Ehhez képest, amelyik kékre van rajzolva, abban túl sok a neutron, amelyik pirosra van, abban túl sok a proton, és ott fönn a sárgák, azok pedig már semmilyen értelemben nem stabilak, azok már rádióaktívak. Valahol ott a végefele mostanában fedezik fel a újabb meg újabb szuper nehéz elemeket, és kísérleteznek azzal, hogy vannak-e még nehezebbek, tehát amiket nem ismerünk. Ezt is részletesen megbeszéltük akkor a... Vázlatosan ez a térkép így néz ki, az ember lerajzolja a stabil magoknak a vonalát, itt van valahol a vége, az urán az már radioaktív, valahol itt van a legutolsó teljesen stabil atommag, és érdemes ezeknek az atommagoknak az energia viszonyaival foglalkozni, mindaz, ami a csillagokban történik, lényegében ebből a diagramból kiokoskodható. Ezt sokféleképpen szokták lerajzolni, így is, meg fejjel lefelé is. Az ábrán az szerepel, hogy mennyi energia kell ahhoz, hogy szétverjek egy adott atommagot. Fordítva, hogyha az atommag létrejön, akkor ennyi energia szabadul föl. Láthatóan ennek a diagramnak van itt valahol egy maximuma, a vas atommag környékén. Ezt szintvonalasan is le lehet rajzolni, az adott energiájú atommagokat, meg szintvonalakkal körberajzoljuk ezen a térképen, és úgy kell elképzelni, mint ez egy mély völgy lenne, itt a völgynek a feneke, úgy hívják, hogy a vastó, tehát a vasatommag környékén ott vannak a legjobban kötött atommagok, és amik itt vannak messze, azok már nem stabilak. Ez egész egy ilyen mély, keskeny és görbe alapvonalú völgy. Ennek a peremén sétálgatnak a csillagok, tehát a csillagokban végbe menő reakciókat úgy képzeljük el, hogy az egyes atommagok itt ezen a térképen végeznek mindenféle mozgásokat. Erről részletesen volt szó 2005. Ez ugyanaz az ábra, csak fejjel lefelé, és akkor ezt a vonalat képzeljük el. Később szimbolikusan többször föl fogom rajzolni ezt a vonalat, ami tehát lényegében a tömegszám függvényében mondja meg a kötési energiát. Ami fönn van, le szeretne esni a völgy fenekébe, és közben energia szabadul föl. Láthatóan itt van a völgy feneke, és az urán is magasabban van, ezért lehet innen errefelé nehéz atommagok szétszedésével is energiához jutni, és könnyű atommagok összerakosgatásával is. Hát a csillagok ezt az utóbbit csinálják, a könnyű atommagokat rakják össze. Ez már szerepel többször. A napban az alapreakció az, hogy négy protonból, tehát hidrogénmagból egy hélium mag keletkezik. Na most ugye a hélium magban két proton és két neutron van, tehát közben két protonnak át kellett alakulni neutronná, meg még itt keletkezett pozitron, ami elvitte a pozitív töltésüket, meg neutrino, meg némi energia. Hát ezzel az energiával világít a csillag, ez a plusz energia, ami ilyenkor felszabadul. Hogy lehet ezt elképzelni? A hidrogén itt volt, a hélium meg lejjebb van. Itt a hidrogén és ott a hélium mag, és a kettő között van egy ekkora energiakülönbség. És amikor összerakjuk a hidrogénatomokat, hidrogénmagokat, héliummagokká, akkor ennyi energia szabadul föl és sugárzódik ki. Egy atomnál ez kevés, de a csillagokban másodpercenként sok kvadrillió ilyen reakció megy végbe, és ennek az eredményét látjuk, mint napsugárzás formájában. Az első lépés minden esetre két proton ütközése. Miért nem tudjuk ezt itt a laborba bemutatni? Milyen jó lett volna megkérni a Pétert, hogy most mindjárt mutasson nekünk egy ilyen magreakciót. Azért nem lehet, mert a protonok taszítják egymást. És a magerők csak akkor lépnek életbe, hogyha elég közel érnek egymáshoz, tessék a bogáncsokra gondolni. Ha messziről dobom a két pozitív töltésű bogáncsot, elkerül egymást és fütyülnek egymásra, nem is veszik észre, hogyha elég közel kerülnének egymáshoz, akkor akár szerethetnék egymást és összeragadnának, de hát nem. Jól meg kell őket lökni. Hogy lehet őket jól meglökni, hogyha nagy lesz az átlagsebesség? Vagy részecske gyorsítóval egy-egy részecskét gyorsítunk, vagy mindenkinek sok energiát adunk, és azt úgy kell hívni, hogy melegítjük az anyagot. A Földön nekünk el kell érnünk 10 millió fokos, vagy még annál is nagyobb hőmérsékletet itt a laboratóriumban, miközben a környezet hideg. Ez rettentő nagy technikai nehézség. Most nemzetközi csoportok küzdenek azért, hogy a Földön megvalósítsák a fúziós reaktort. A csillagok zseniális módon csinálják, nem kell fal. Ő maguk, az üzemanyag egyben a fal, magának az anyagnak a gravitációja összetartja, középen meleget csinál, ugyanazzal az anyaggal mindent elintéznek, amit mi sokféle anyagból fogunk összerakni.
Jó, ha elég gyors protonok pedig így találkoznak egymással, és megindulhatnak a magreakciók. Nap közepében a 14 millió foknál. Na ugye erről már volt szó, hogy honnan jön ez a kötési energia, most rövidítve vagy egyszerűsítve így rajzolom ezt az ábrát. Itt az egy részecskére jutó energia, kötési energia, erre van az A, az a tömegszám. Szimbolikusan itt van néhány elem a perindulós rendszerből, hidrogén, hélium, szén meg vas, és valahogy itt a legvégén az urán, mint az utolsó. Amikor a csillag az első lépésben hidrogénből héliumot csinál, akkor innentől idáig ugrik le. De ezzel még nincs a gödör fenekén, még van további felszabadítható energia, hát azzal meg mi lesz? Ha pontosabban lerajzoljuk, akkor látszik, hogy ez a rész ez nagyobb, tehát innentől idáig sokkal több energia szabadul föl, mint ami még hátra van, de azért van hátra. A csillagok az alaptípusa az, amit úgy hívnak a csillagászok, hogy fősorozati csillagok, azok ennél a lépésnél tartanak, hogy a hidrogénből héliumot készítenek, és bizonyos későbbi csillagok, vagy csillagok a fejlődésük későbbi fázisába alakítgatják tovább a hélium magokat. Tehát mivel a hélium még nem a legvégső szó, még nincs a gödör fenekén, ezért még nem a legalacsonyabb energiállapot lehet tovább alakítgatni. De ha jól megnézzük, akkor itt látszik, hogy a hélium egy gödör feneké, vagy innen tovább mozdítsuk, egy kicsit ki kell emelni. Az előző adás éppen erről szólt, a metastabil állapotról, hogy beesett a gödörbe, lehetne még lejjebb menni, de meg kell emelni, hogy a gödör falán átmenjen, és ennek mindenféle problémái, technikai nehézségei vannak. Ezért mondjuk azt az első közelítésben, hogy az első reakciónak a hélium a hamuja. Ott véget ér a folyamat, hamut nem lehet meggyújtani. A csillagoknál igen, és mégpedig nagyon speciális módon csinálják, mindjárt erről lesz szó. A hélium is képes magreakcióra, tehát két hélium mag találkozhat, akkor alakulhat tovább, csak ahhoz még nagyobb hőmérséklet kell. Miért is? Ők is taszítják egymást, de egy hélium magnak kétszer akkora töltése van, ezért két hélium mag négyszer akkora erővel taszítja egymást. Sokkal nagyobb hőmérséklet, sokkal nagyobb átlagos mozgási energia kell ahhoz, hogy egymásnak olyan közelségébe kerüljenek, hogy a magerők érvényesülhessenek. Tehát míg a protonoknál kellett valamekkora energia, a hélium magoknál négyes szorzó van hozzá, tehát ugyanazon a hőmérsékleten, amire a protonok egymással reagálni tudnának, a hélium magok unottan elkerülik egymást, és úgy viselkednek, mint a hamu, ami már nem hajlandó tovább égni. Tehát négyszer nagyobb energia kéne. Meg lehet csinálni, de ezt fel kell borítani a csillagnak a jól bevált egyensúlyát, újra kell szervezni az egész gépezetet. De ez úgy is megtörténik akkor, amikor elfogy a hidrogén a centrumban magától. No, mi történik, amikor elfogy a hidrogén? Megbomlik az egyensúly, átrendeződik a csillag, a közepe összesűrűsödik, a széle kitágul, a csillag óriássá húzódik. A gravitáció összehúzza a centrumot. Vajon miért húzza össze? A gravitáció az egész gázfelhőt igyekszik összehúzni. Egy korábbi előadás pont ennek a részleteiről szólt, a hideg gázfelhőt a gravitáció összehúzza és fölmelegszik. Addig történik ez, amíg a belsejében meg nem indulnak a magreakciók, és az onnan kiinduló sugárzás ellentart a gravitációnak, és így a csillag akár évmilliárdokig egyensúlyba lett. Amikor viszont elfogyott a centrumban az üzemanyag, akkor már nincs bentről kimenő sugárzás, a gravitáció azt mondja, hogy jó, én vártam egy pár millió évig, de most én jövök, megint elkezdi összehúzni az anyagot középre. És a belső része a csillagnak összesűrűsödik, a külső rész az egyéb mechanizmusok következtében kitágul, tehát a csillag sokszorosára meg fog nőni. Centrum melegszik, de amikor eléggé meleg lesz a centrum, annyira, hogy már a hélium magok is tudnak reagálni, akkor megindul a következő reakció, ami korábban hamu volt, az most üzemanyaggá válik, és újabb magreakciós folyamatokban energiát termel, és a kimenő sugárzás megint megállítja a gravitációt. A csillag egy új egyensúly állapotban rendeződik, az anyag másképp helyeződik el, és megindult a hélium fúzió, és mi láttuk, hogy a hélium fúzió nem a végső lépés, ezért ez még majd folytatódni fog. Vannak olyan csillagok, amik itt abba hagyják. Ha nem tudnak eléggé összehúzódni ahhoz, hogy a belsőkben annyira meleg legyen, hogy meginduljon a hélium fúzió, akkor széttárják a karjukat, és mondják, hát megpróbáltam, nem ment. Szép lassan kihűlnek. Mert túl kicsi volt a tömegük, és ezért a belsőkben nem lesz elég meleg.
a napnak a történetét is lerajzoltuk, így most ugye így néz ki a nap, itt a belsőben van egy kis zóna, ahol folyik a fúzió, nem arányosak a dolgok, mert messze ott tőle ott van a Föld. Amikor a nap vörös óriásá fog duzzadni, akkor a Föld benne lesz a napnak a külső légkörébe. Nem lesz valami kellemes, elpárolnak az óceánok, meg biztos a légkör is nem megy. Bár ez a piros anyag, ha utána számol az ember, az ugyanaz, mint ami most benne van a napban. A nap 200-szor a sugárra kell, hogy fölnőjön ahhoz, hogy a Földet magába foglalja, és tessék akkor kiszámolni, a sűrűsége hányszor kisebb lesz. Ez a piros izéért körülöttünk, ez sokkal ritkább, mint amit laborban elő tudunk állítani vákum címén. Kis forró vákum, 3000 fokos lesz, és abban fog keringeni a Föld. Nem lesz túl kellemes, remélhetőleg utódaink addigra elköltöznek egy kicsit kellemesebb tájékokra. Utána viszont ez a piros izé, ez a ritka napkülső légkör, ez elpárolog, és ott marad, ez amiatt a közepén kisült, ez a kis vacak, az viszont körülbelül akkora lesz, mint a Föld. Ezt hívják fehér törpének. Ugye ezt már többször elmondtam, hogy amikor 76-ban én először beszéltem erről, és mondtam, hogy a vörös óriásból törvényszerűen fehér törpe lesz, akkor nagyon csúnyán néztek rám a kis szitkárok. Na minden esetre ez volt az az objektum, amelyik nem megy tovább a csillagfejlődésben. Amelyik elég nagy, annak a belsejében viszont az történik, hogy a legbelsejében elég meleg van ahhoz, hogy beinduljon a héliumnak a reakciója. Tehát a csillag közepén a hélium már további nehezebb atommagok alakul. Körülötte viszont van egy olyan zóna, ahol annyira nincs meleg, de ott még van el nem fogyott hidrogén, és ott akkor a hidrogén ég tovább. A korábbi csillagokban, vagy a korábbi fázisban legbelül égett a hidrogén, itt kívül itt nem történtek magreakciók. Az olyan, mint a Kályha fala. Az csak átengedte a belülről jövő meleget. Most is van egy ilyen nagy zóna kívül, amilyen nincsenek magreakciók, de itt egy gyűrűben, vagy egy ilyen gömbhéjban történik a hidrogén égetése, középen pedig a hélium. És persze lehet tovább menni. Tehát most mi történt? Eddig eljutottunk idáig, most innen ugrik a csillag a következő, és több lépésben megy lefelé. Meddig tud eljutni? Hát a Vas van a legfenekén. Az egészet nagyon jól lehet modellezni közlekedő edényekkel. Különböző atommagokat szimbolizálom egy-egy edénnyel, amik egy egymás fölött vannak. A legfelső teli volt hidrogén, tele volt vízzel, tehát az képvisel hidrogént, kezdetben az anyag nagy része hidrogén volt. Nem zúdul le, mint a WC-tartályban, mert van ott egy biztonsági szerep, arról részletesen beszéltem a múltkor, hogy miért nem indul meg azonnal, mi nem egy másodperc alatt alakul át a csillagnak az összes anyaga. Van egy a gyenge kölcsönhatás által beépített szerep, szép lassan csöpög tovább, és onnan viszont a következő tartályokba további magreakciók viszik az anyagot, és persze itt még lehet további lépéseket rajzolgatni. Tessék észrevenni, hogy a hélium 4-es izotópia, tehát két proton, két neutron, vagy más néven alfa részecskének a egymás mellé rakosgatásával nem kapjuk meg az összes atommagot, csak azt, amiben ugye páros számú, proton páros számú neutron van, lesznek majd mellékreakciók. Fizikusok, csillagászok nagyon meglepődtek, amikor felvették a világegyetem anyag leltárát. Kiderült, hogy a páros rendszámú elemekből sokkal több van, mint a páratlanból. Akkor ezt még nem tudták, hogy a csillagokban keletkeznek. Nagyon furcsa volt, hogy az Úristen a páros számokat szereti, és így tovább. Hát úgy utólag azt mondjuk, hogy ezek az alapfolyamatok, amik a csillagokban legyártják a nehezebb elemeket, és ezek elsősorban így a négyel osztható rendszámú elemekhez vezetnek, aztán később, amikor már nagy meleg és nagy katyfasz van a csillagok belsejében, akkor különböző atommagok ütközésénél például kiszakad egy proton vagy egy neutron, az további magreakciókat tud létrehozni, és akkor így keletkeznek például mindenféle páratlan rendszámúak, tehát az egyebek azok kicsit bonyolultabb módon jönnek létre. Nagy fegyvertény ez a tudománynak, hogy ennek mind utána tudtak számolni. A laboratóriumban megmért magreakció adatokból, meg elméleti számításokból sikerült rekonstruálni azt, amit a jégen látunk, hogy az univerzumban körülbelül milyen az anyagnak a gyakorisága. Nagyon nagy nagyságrendet logaritmikus skálán kell lerajzolni, mert van, amelyik tizedikenszer olyan gyakori, mint a másik. Nagyon ritka elemek is vannak meg, nagyon gyakoriak. A hidrogén a leggyakoribb, aztán a hélium, és az összes többi az körülbelül 1%, és azon belül is még nagy különbségek vannak. Csillagászok furcsa emberek, mindent, ami nem hidrogén meg hélium, az fémnek hívnak. Tehát a fémtartalmú csillagok. A vegyészek ezt nyilván kicsit részletesebben szokták elemezni, és itt is majd látni fogjuk, hogy ezek az anyagok különböző szerepet játszanak a továbbiakban. Na, most kezdődik a
nagy nehéz csillagoknak a több felvonásos nukleáris szappanoperája. A felvonások nagyon hasonlóak egymáshoz. Ugye elején szeretik egymást, aztán konfliktus, a végén meg majd csak kisimul, és a következőben megint kezdődik előről. Na hát itt is valami ilyesmi történik. Elfogy egyfajta atommag. Mondjuk elfogy a hélium is. Akkor mi történik? Megint a csillag legbelső zónájában elfogyott az éppen ott égetett, ugye mindig az égetett szót mondjuk, remélem a vegyészek nem nagyon tiltakoznak ellene, mert ez nem égés, nem oxigénéből egyesülés, tehát valami, ami ott reakció és meleg lesz tőle. Jó? Ezért pontgyalan módon azt mondjuk, hogy a csillag égeti a hidrogént, most héliumot égetett, elfogy az, amit éppen égetett. Mi történik ilyenkor? Középen megáll a magreakció. Ezért nem jön ki a centrumból a sugárzás. Ezért nincs, ami ellentartson a gravitációnak. Gravitáció már megint várt egy kicsit, na most megint neki gyülekezik, és elkezdi összenyomni a centrumot. És húzza össze a csillag középpontját. Ettől az a hamu, ami ott volt a csillag középpontjában, az fölmelegszik, és hogyha szerencséje van, annyira fölmelegszik, hogy abban új fúziós reakciók indulnak be, és beáll egy újabb egyensúly. És ugye minden nagyobb atommagnak a további egyesülése nagyobb hőmérsékletet igényel. Az előbb már mondtam, hogy a hidrogénhez képest a héliumnak kétszer akkora töltése. Nagyobb erők kellenek, hogy egymáshoz csapjuk azt a két atommagot, nagyobb energiák, tehát nagyobb hőmérsékletek. Ha még nehezebb atommagokat akarunk találkoztatni, akkor hasonló módon még nagyobb hőmérséklet kell. Kiszámolták elméletileg, hogy melyik reakció megindulásához milyen hőmérsékletnek kell a csillag belsejében lenni. Hamarosan már, hogy a millió fokoktól már eljutunk a milliárd fokok környékére. Tehát megyünk tovább a nukleáris lejtőn. Tehát először ugye a hidrogéntől eljutottunk a héliumig, aztán utána a szénhez, és így tovább. Itt jön az oxigén, a neon, meg további elemek lefelé. És hogyha egy csillagnak van rá ideje, akkor ilyen szép gömbréteges szerkezetű lesz. A legbelsejében van a legmelegebb, ott az éppen aktuális, a legnehezebb anyagot égeti, tehát fuzionáltatja magokat, és körülötte a zónákban ott vannak azok, amik a tavalyi szezonból maradtak. Ugye a tavaly még vagy néhány millió évvel ezelőtt az előző anyagot égettük a centrumban, most az kijebb ment. Ugye benn van a divatos, legfrissebb anyag, és ami nem annyira divatos, azt egy zónával kijebb. A legkülső zóna, az ott nincs elég meleg, ahhoz ott egyáltalán nem folyik fúzió, tehát az még mindig csak a kályha fala. Itt folyik a hidrogénnek az égetése, héliumé, és így tovább. Tehát így néz ki egy nagy csillag, és sok vastag réteg. Van erre egy könyvből vett szépséges ábra, mindjárt mutatom azt is. Meddig ismétlődhet? Amíg el nem érjük a nukleáris völgynek a legalját. Ez egy olyan szappanopera, aminek látja az ember a végét, mert nem lehet akármeddig, ez a lejtő olyan, hogy ezen van megállás, mert van neki alja. Ezen nem lehet végtelen sokáig lefelé menni. Tehát a vasig tudunk eljutni. Mi lesz akkor, hogyha elérkezünk odáig? Na, ez lesz az izgalmas. Íme itt van egy profi és árnyékolt ábra, ott a csillag közepén az a vasmag, tehát a leginkább kötött atommagokból álló, ugye a mag szót itt most kétféleképpen használjuk, ugye a magfizikáról van szó, tehát atommagokról, másrészt a csillagnak is van magja. Igyekszem megkülönböztetni, de az emberek rájár a szavajára, hogy mag. Tehát a csillag magjában vasatommagok gyűltek össze, és azokat már nem lehet tovább fúzionáltatni, hiába melegítjük. Körülöttem meg az egyebek, vannak itt konkrét számadatokat közöltek, ez egy a napnál 25-ször nehezebb csillagnak az adatait számolták itt ki. Azt mondhatja az ember, hogy ez egy kémiai differenciálódás, tehát kémiailag így elkülönülnek az anyagok. Miért tettem idézőjelbe a kémiát? Mert itt nincs kémia. A kémia az elektronhéjaknak a tudománya, itt forró plazmáról van szó. Ahhoz ennek az anyagnak ne kéne hűlni, ki kéne kerülni valami hideg helyre, hogy ezek az atommagok magukhoz térjenek és beszerezzék a megfelelő mennyiségű elektronot maguk köré, és akkor az elektronhéjak elkezdhessék csinálni a kémiát. Itt még csak az atommagok játszanak, és abszolút nem kémiai jellegű folyamatokat. Tehát ez minden esetre ilyen értelemben differenciálódott az anyag, radiálisan a sugár függvényében föl lehet írni, hogy hol milyen anyag van. Most a vasmagban már nincs felszabadítható nukleáris energia, csak azt tessék észrevenni, hogy a külső rétegekben itt folyik a magfúzió, és onnan az energia egy része kifele megy, a másik része meg befele megy. Tehát a csillagnak a speciális gömbölyű geometriája
az energia egy részét csapdába ejti középen, mert ami kiér a felszínre, az kisugárzódik, de a fúziós, ami nem a centrumban megy, hanem itt körülötte, mert fúzió, annak a sugárzásának egy része megy be, és fokozatosan fűti azt a vasmagot is, ami maga már nem termel energiát. És egyre melegszik, és akkor az a kérdés, hogy mi lesz belőle. Szappanoporra folytatódni akar. Az eleje ugyanolyan, mint a többi fejezetnél. Csillag magja már elérte ezt a vasállapotot, ott már nincs energiatermelés, leáll a magreakció, megszűnik a sugárnyomás, gravitáció elkezdi összehúzni, melegíti, kívülről még jön be az egyéb külső rétegekben termelt energia. A hamu fölmelegszik, de nem tud begyulladni, mert ő már nem tud további energiatermelő folyamatokban részt venni. Akkor mi történik? Nincs további energiatermelő reakció, hát akkor... Ha ez nincs, akkor átállunk az ellenfélhez, akkor energiafaló reakciók indulnak be. Mindenki tanulta, hogy vannak exoterm, meg endoterm reakciók, tehát olyanok, amikben felszabadul energia, vagy amelyek a környezetből vonnak el energiát. Hát ez a vasmag, ez most elvonja a kívülről bezúduló energiát. És elindul felfelé a nukleáris lejtőn. Eddig lefelé mentünk, len vagyunk a gödörfenekén, és most elindulunk felfelé. Mégpedig jobbra. Tehát... alfa részecskék, héliummagok, illetve most már szabadon kószáló protonok, illetve neutronok befogódnak ezekbe a magokba, és további még nehezebb magokat gyártanak le. Tehát jobbra haladunk fölfelé. A vas az ugye hol van, valahol, ha megnéz az ember a periódus rendszerben, az nincs túlságosan messzire, 26-os a rendszáma, és ahhoz képest 90-esekig, 100-esekig, volt itt reggel egy periódus rendszer, 90-esekig, 100-esekig el lehet menni, tehát itt még sokáig lehet ezt tovább építgetni. A magfizikusok utána számolgattak, és a csillagászok meg megkeresték az égen a nyomait, azoknak a folyamatoknak a részleteinek, hogy milyen módon és milyen kanyargokat ír le azon a bizonyos térképen, amit korábban felrajzoltam, hogy a lehetséges atommagunk a térképen, melyik milyennél alakul át, egy neutron befogással, akkor egy béta bomlással, hogy a hirtelen sok neutront befogad, miféle kacskaringos úton jönnek létre azok a mindenféle atommagok, amik egyáltalán lehetségesek. Tehát errefele elindul a dolog. Csak azt vegyük észre, hogy ez elnyeri az energiát. Az energia honnan származik? Bocsánat, ilyenkor keletkeznek a kedvenc anyagaink, az arany meg az urán, amiért rengeteg vért ontottak már az emberek. Ez ritka. Sokkal több van szénből. Pedig a grafén az szénből van, és azért mégse harcolnak annyira. De az aranyért meg az uránért azért sokat harcolnak. Sokkal ritkább, nagyságrendekkel ritkább az univerzumban, itt a Földön is sokkal kevesebb van belőle. De nem sokára az oxigénnél is lesznek. Na mindesetre e folyamatok energiaforrása a gravitációs energia. Miért? Mert a csillag anyaga kívülről húzódik be, és melegíti ott a központot, meg persze az az energia is, ami a külső zónákban a még folyó fúzióból besugárzódik, ez melegíti a központot, és azt az energiát használják föl lényegében ezek az atommagok arra, hogy errefele tovább építkezzenek. Van dögivel energia, és ezt az energiát elvonják. Ez micsoda? Ez ugye melegíti ez a gravitációs energia, de nem annyira, amennyire melegíthetné, ha csak egyszerűen kiszámoljuk, hogy mennyi megy be, mert egy része beépül ezeknek a magoknak a kötési energiájába. Tehát ott keletkeznek olyan magok, amik maguk nagyobb energiaszinten vannak, az energia egy részét elteszik a spájzba vagy konzervbe. Oda raktározódik el, tehát beindult az első nukleáris hűtőgép a csillagban. Tehát vannak olyan folyamatok, amik elvonják az energiát, és nem hőenergia formájában tárolják a központban, hanem elrakták atommag konzerv formájában. Majd még találkozunk újabb hűtőgépekkel, ugye az elején azt ígértem, hogy majd föl fog robbanni a hűtőgép, egy kicsit kell még azért arra várni, de nem sokára. Nézzük meg, hogy egy nukleon az atommagban hogy viselkedik. Hogyha itt vízszintesen lerajzolom a centrumtól mért távolságot, akkor ezt egy ilyen potenciál gödörrel szokás jelképezni. Ha Mici Mackót olvasta, akkor gondoljon az elefánt csapdára, amit Mici Mackó meg Malacka ástak. Körülbelül ilyen, itt nem lehet észrevenni, ott meg hirtelen beleesik az ember. Jó? Hogyha protonról van szó, akkor még az elektromos taszítást is hozzá kell venni, annak a potenciális energia az 1/R-rel arányos, és azt is, és a Z pedig a magnak a töltése, ezt is hozzáadjuk, akkor ez a energiája egy részecskének a magban. Ez az NU energia az, amennyit, hogyha egy ben van a gödör fenekén, ennyit kell neki adni, hogy kiszedjük a gödörből. Honnan szed energiát? Hát a környezetből.
Környezetnek mennyi az energiája? Azt fejezi ki a hőmérséklet. Az átlagos energiája egy részecskének, ezt mindenki tanulja a középiskolába, K-szor, TK, Boltzmann állandó, hőmérsékletet meg kell szorozni egy állandóval, át lehet számítani energiával. Tehát a hőmérséklet mondja meg, hogy mennyi az átlagos energia. Ha ennél kisebb, mint az E0, akkor hiába adunk annak a részecskének, ami ott benn van a magban energiát, nem tud kijönni. Hát akkor az a magot stabil, megvan valahogy. Mert a csillag történetének jelentős részében a hőenergia, az átlagos hőmérséklet és annak megfelelő energia kisebb, mint ez a kötési energia, tehát nem piszkálja szét az atommagokat. De ahogy a csillag belseje egyre melegszik, akkor egyszer csak elérkezünk ahhoz a kritikus értékhez, amikor ott már olyan meleg lesz, hogy az átlagos energia, például a hősugárzásnak egy fotonjának az energiája már elég ahhoz, hogy egy vagy több részecskét kipiszkáljon onnan a magnak, egy-egy atommag belsejéből. Ezt hívják szép latinus szóval fotodezintegrációnak. Tehát a fény hatására, tehát elektromágneses sugárzás hatására szétesik az atommag. Ez történik majd itt. Ez akkor lesz, amikor a hőmérséklet meghaladja ezt a kritikus értéket. Most tessék elképzelni, itt van egy nagy atommag, jön egy jó nagy energiájú foton, aztán sikerült jó nagy energiájúra rajzolni. Jó, tehát a hősugárzásnak a fotonja, és mi történik? Így szétspriccelnek például a vasatommagok. Mire spriccelnek szét? Alfa részecskékre tipikusan. Mi az alfa részecske? Az a hélium mag, ami a legelső magfúziós folyamatban jött létre. Az a jó erősen kötött mag, tehát bizonyos értelemben a magfizikusok a nagyobb atommagokat úgy képzelik, mintha sok nem közvetlenül protonokban, neutronokban lennének összerakva, hanem azokat előbb beteszik egy zacskóba négyesével, ilyen alfa részecskébe, és azokból csinálnak egy nagy csomagot. És amikor szétesik a nagy atommag, akkor tipikusan alfa részecskékre esik szét. Speciál a vasatommagra fölírhatjuk ezt, hogy a 56 részecskéből álló vasatommag 13 alfa részecskére és 4 neutronra esik szét. Nem, mert megnézi, abban 26 proton és 30 neutron van abban a vasatommagban, abból 26-ból kettőt összerakunk egy-egy héliummagba, és a maradék az meg a 4 neutron. Most ez a folyamat, ez sok energiát nyer el. Miért is? Mert innen a vastól fölmegyünk, visszamegyünk a héliumhoz. Ez elnyeli a környezetben levő energiát, és a csillag magjába ezért kisebb lesz a hőmérséklet, mint amúgy lehetne. Ez megint egy energiaspájzolási eljárás. Egy hűtőgép, ami elveszi az energiát a környezettől, és ezért például a nyomás se lesz akkora a csillag magjában, mint lenne. Na, de mi történik akkor, amikor a csillag magjában nem akkora nyomás, mint úgy amúgy kéne? Ott van fölötte az a marha nagy anyag, a csillag külső zónája, a gravitáció meg lesben áll, nem nyomsz ellen, akkor az anyag elkezd befelé zuhanni. Tehát amikor egy ilyen folyamat megindul, és a csillag belsejében a nyomás kisebb, mint kéne, akkor a burok súlya összenyomja a magot. Tehát úgy kell elképzelni, itt van a csillagnak ez a központi zónája, itt van körülötte a maradék anyag, és az elkezd befelé zuhanni. Tehát ez a folyamat, hogy a vasatommagok itten szétesnek a fotonok hatására, az megindít egy ilyen típusú folyamatot. Itt megint a gravitációs energia volt, tehát az ember azt várja, hogy a gravitációs energia bezudítja az anyagot, akkor ott melegebb lesz, a melegebb hatására újra melegszik, ellenáll, negatív visszacsatolásra történik. Kiváló. Ezt várja az ember. De nem ez történik. Hanem mi történik ehelyett? Ez a gravitációs energia, tehát a bezuduló energia arra használódik föl, hogy újabb meg újabb vasatomokat verjen szét, és nem nő a nyomás, és nem nő a hőmérséklet. A hőmérséklet ugyanakkora marad, és kicsi marad a nyomás, és ennek következtében nincs negatív visszacsatolás, nem fogja megállítani ezt a reakciót, hanem megy tovább, folytatódik a beomlás. Nagyon furcsa ez a folyamat. A csodát furcsa. Mindenki tapasztalt ilyet, és erre meg lehet kérni itt a laboros kollégákat, hogy mutassanak be ilyet, de ilyet bárki tud otthon csinálni. Tehát ez a második hűtőgép, ez úgy modellezhető, hogy fogunk egy akváriumot, teszünk bele vizet, és teszünk rá jégkockákat. Mi kell még? Néhány gyertya, és melegítjük. És megmérjük a hőmérsékletet. Mindenki tanulta az iskolában, hogy addig, amíg a jég el nem olvad,
addig a hőmérséklet állandóan 0 fokos lesz. Ugye ezt a részét ezt akkor kell, hogy az egész jégből volt, tehát a negatívról felolvadt 0-ig, de amíg egy jég és víz együtt van, addig ott marad 0 fokon. Amíg egy halmazállapot változás, vagy nagyképűben mondva fázis átalakulás megy végbe, addig a hőmérséklet nem változik. Ugyanezt történik itt a csillag belsejében, amíg ez a folyamat megy, hogy vannak még újabb vasatomok, atommagok, amiket szét lehet verni, addig a hőmérséklet nem nő tovább, a betáplált energia arra használódik, hogy a továbbiakat, mint itt a jégdarabokat olvasztgatja, nem a vizet emeli magasabb hőmérséklet, hanem a jégdarabokat olvasztja, ott akkor a vasatommagokat veri szét, és addig állandó marad a hőmérséklet. Na de mivel most ilyen speciális körülmények vannak, hogyha ha állandó hőmérséklet kicsi nyomás, akkor az anyag zúdul befelé, hát akkor nem áll meg a csillag beomlása. Tehát mi is ez a negatív visszacsatolás? Ezt ugye így szokták lerajzolni a mérnökök, hogy van egy fekete doboz, jön be valamiféle jel, meg van a kimenet, de a kimenetet megmérem, és ennek megfelelően visszaszólok, hogy hát azért már mégsem. Ha az autó erre kanyarodik, akkor ellenkormányzok. Arra kanyarodik, akkor ellenkormányzok. És ennek következtében, hogyha a bemenet nagyon ingadozik, ha jól csináljuk meg, akkor a kimenet az majdnem konstans, tehát kis ingadozásai lesznek. Mi van akkor, hogyha megszakad a szabályozó kör, valaki eltépi a drótot, vagy kiszakad, vagy valami egyéb baj van, nagy input, még nagyobb ingadozású output. Hát ez történik itt is. Csillag magjában ez a halmazállapot változás, a vasatommagok olvadása, ez megszakítja a negatív visszacsatolási rendszert, ami korábban fennállt, és a buroknak az anyaga akadálytalan omlik befelé. És a csillag évmilliók alatt legyártotta a vasatommagokat, ugye sokáig gyártotta a hidrogénből a héliumot, aztán későbbi szakaszok rövidebbek voltak, de még mindig csillagászati korszakok. Amiket most elmondok, ezek a dolgok néhány óra alatt lezátszódnak. Annyi idő alatt, amíg elmondom, gyakorlatilag meg is történik. A legvégső fázisok azok meg másodpercek alatt fognak megtörténni. Tehát ezek a szétesések és folyamatok, ezek egyre gyorsabbak lesznek. Na most egyrészt ez történik, hogy a vasatomok lesznek, másrészt a burok anyaga az pottyan befelé, tehát egyre sűrűbb lesz a centrumnak az anyaga, mert újabb meg újabb anyag pottyan befelé. Megkérdezhet az ember, jó, de meddig tart ez a folyamat? Hát ennek is van egy természetes határa, amíg minden vasatommag elolvad. Ugye a jégnél is az történt, hogy addig áll fenn az állandó hőmérséklet, amíg még van jég. Amikor annyi hőt betápláltuk, hogy az összes jég elolvad, akkor a víz megindul és elkezd tovább emelkedni a hőmérséklet. Amikor a minden vasatommag elolvadt, akkor a csillag maga már lényegében megint hélium magokban áll, mint régen. Közben azért történt egy és más, de megint ugyanott vagyunk. És a most már a további beomlásnak a gravitációs energiája már használható arra, hogy emelje a hőmérsékletet, csak el is kezd emelkedni a hőmérséket. Tehát amikor olvadás után elolvadt az összes jég, akkor a hőmérséket megint elkezd emelkedni. Ez is egy folyamat, erről is megkérdezhetem, hogy meddig tart. Hát meddig tart itt, hogyha a gyertyával melegít a vizet, meddig tart annak a hőmérséket emelkedése, amíg el nem kezd forni. Egy újabb halmazállapot változásba torkolik a reakció. Hát itt is az a kérdés, hogy amíg egy újabb ilyen fotodisszociációs folyamat küszöbértékét el nem érjük. Mi van most a centrumban? Alfa részecskék. Hát azok is szét tudnak esni, azok jó alaposan kötve vannak, ahhoz nagyobb hőmérséket kell, hogy szétessenek, de megtörténhet az, hogy ez az alfa részecske kap egy még nagyobb energiájú fotont, és annak következtében az most már protonokra meg neutronokra fog szétesni. Ennek megint megvan a kritikus hőmérséklet, hogy mikor történik ez meg. Akkor a hőmérséklet eléri ezt az értéket, akkor megindul ez a folyamat. Az alfa részecskék szétesnek protonokra, neutronokra, tehát úgy kell akkor elképzelni, hogy itt a vízben megjelennek a gőzbuborékok, és akkor megint a forrás folyamata megint egy olyan lesz, hogy amíg el nem forr az egész víz, addig állandó hőmérséklet. Nagyobb, mint korábban, mert előbb 0 fok volt, most meg 100 fok, de amíg a folyamat tart, addig állandó hőmérséklet. Jó, hát valami ilyesmi történik itt a csillagban, amikor már elforrt az egész, akkor megint emelkedni kezd a hőmérséklet. Tehát van itt egy újabb olvadási jellegű folyamatunk, az, hogy az alfa részecskék szétesnek, ez még több energiát nyer el. Miért? Mert ha jól lerajzoljuk ezt a diagramot, az előbb akkor eljutottunk a vastól a héliumig, most a héliumtól kell felugrani oda a hidrogénig, ez még több energiának az elnyerését jelenti. Ez a harmadik nukleáris hűtőgépünk immár, ami a csillag beomlásából származó energiát, hőenergia helyett,
atommal konzervé alakítja át, tehát magenergia formájában fogja tárolni. Jó, tehát ez megint nem az anyag melegítésére, hanem addig, amíg tart a folyamat, amíg még vannak alfa részecskék, ezeknek a szétverésére folyamatosan. És a beomlás tovább folytatódik. Burok az zuhan befelé. Na most ugye a csillag még, amikor egészen ifjú volt, akkor égetett hidrogént héliummá. És most ennek a termékeit is szétveri. Ismertem egy embert, aki a gyerekkorában készült fotóit 60 éves korában elkezdte egyesével elégetni. Ifjúkor, nem tudom, ez is valami ilyesmi. Lehet, hogy előző életében csillag volt. Na minden esetre most egy ilyen folyamat történik. Másrészt zúg be a külső anyag. Most azt ne felejtsük el, hogy a külső anyag az nem teljesen kiégett. Ami a csillag külső részéből jön, ott még vannak olyan magok, amik még képesek energiatermelő magreakciókra. Tehát amikor ez beesik oda, ahol nagyon meleg van, akkor ott megindulhatnak újabb fajta magreakciók. Tehát itt már nagyon bonyolult folyamatok vannak. Újabb anyagok jönnek be, keverednek, és akkor megindulnak részben energianyerő, részben energiatermelő folyamatok. Ember és számítógép legyen, aki ennek rendesen utána tud számolni. Megint megkérdez az ember, hogy meddig tart ez a folyamat, megint tessék a forrásra gondolni, meg a víz teljesen elforr. Hát amíg itt most minden hélium atommag elpárolog, és mi marad, hát akkor protonok, neutronok és elektronok azok ott voltak, azok nem játszottak túl nagy szerepet eddig. Ott ezeknek a sűrű forró plazmája van ott, és akkor megint elkezdhet emelkedni a hőmérséklet, és túl vagyunk a forráson, most már a gőzt kell melegíteni. Jó, tehát itt megindul ez a része a görbének. Ha ezt most pontosan kirajzolom ezt a görbét a csillagnak megfelelő hőmérsékletre, akkor egészen durva dolgok lesznek. Ugye ami itt nulla foknak felelt meg az első átalakulásnál, az 3 milliárd Kelvin, ami a hélium, az alfa részecskék szétverése, az 20 milliárd Kelvin környékén történik. És ugye még ott mehetünk tovább, amikor már ezen is túlesett a csillag, akkor még további játékok. Hát azt mondja az ember, hogy eddig 3 hűtőgép volt, de nem nagyon voltak sikeresek, mert a csillag egyre melegebb lett. Na most már elértük a 20 milliárd fokot, már 3 különböző hűtőfolyamatot is bekapcsoltuk. Miért is van ez? Hát lényegében az a trükk, hogy itt a hűtőgépek által elvont energia ott benn marad a csillagban. Másrészt van ez a speciális folyamat, hogy a gravitációs energia az újból meg újból betáplálódik, és az nem hagyja, hogy az egész leálljon. Nem tud kijutni a csillagból. Miért nem tud kijutni a csillagból az energia, milyen formába tudnak kijutni, hogy adja le az ember, vagy a kutya, vagy egyebek hősugárzás formájába. Stimmel? De a csillag belsejéből a hősugárzásnak előbb át kéne hatolni a csillag anyagán. Tapasztalat, hogy a plazma nem átlátszó. Ne tessék a napban nézni, elég, hogyha a gyertyát megnézzük, nem lehet rajta át tévét nézni. A plazmában elektromosan töltött szabad részecskék rohangásznak, és azon a fény szóródik, nem lehet rajta keresztül képet alkotni. Okay. Tehát a plazma nem átlátszó, nem engedi át. Amikor a napból jön a sugárzás, az a nap közepén keletkezett, és bolyong egy csomó ideig a nap anyagában, ami kér a felszínre, és onnan kijön. Átlagosan 1 millió évig kószál a csillag belsejében, mire véletlenül kitalál a felszínre, és onnan kijön. Hát itt is hasonló dolgok vannak, itt pedig sokkal gyorsabb folyamatokra, ez nem tud kijönni. Hát ha van valami, ami kihozza ezt az energiát, igen, megjelenik korunk hőse, a neutrino. A neutrino az a hőszivattyú, ami közvetlenül a csillag belsejéből ki tudja az energiát szivattyúzni a felszínre. A neutrino nagyon speciális elemi részecske. Ő a 4 alapvető kölcsönhatás közül, jó gravitációban mindenki részt vesz. Neutrinónak nincs elektromos töltése, tehát az elektromágneses kölcsönhatásban nem vesz részt. A magerők se hatnak rá, csak a gyenge kölcsönhatás. És ezért arról híres, hogy nagyon kevéssé hat kölcsön. De a gyenge kölcsönhatás energiafüggő. Nagy energiákon azért már az is elég nagy valószínűséggel megtörténik. Hát akkor rajzoljuk le egy nagyon egyszerű gyenge kölcsönhatási folyamatot. Jön a proton, átalakul neutronná. De a protonnak pozitív töltése is van, ezt valakinek el kell vinni. El is viszi egy olyan részecske, hogy a bölcsészlányok jobban tiszteljék a fizikusokat, ilyen szép nevet adtunk neki, hogy VV plusz bozon. Jó, erről más előadásokban itt már volt szó többször.
az egyik a részecskefizikai standard modell által elsőként megjósolt részecskék egyike, 73-ban megjósolták, 83-ban megtalálták a CERN-be, és meg is kapták, aztán később ért a Nobel-díjat. Tehát egy ilyen részecskét bocsát ki, és az elviszi a töltését, és ez viszont találkozik egy elektronnal, akkor az viszont átalakul neutrinóvá. Ez a gyenge kölcsönhatásnak az egyik alapvető folyamata. Miért jó nekünk itt a csillag belsejében? Van egy ilyen nevezetes összefüggés, hogy a részecskék egyben hullámok is. A részecskékhez hozzá lehet rendelni egy hullámhoz, a lambda hullámhoz, a Compton hullámhoz, fordítva arányos a részecskék tömegével. Az elektron jóval könnyebb, 2000-szer könnyebb, mint a proton, tehát az ő Compton hullámhozza nagy. A protoné meg kicsi. Most hol vagyunk, milyen körülmények között? A csillag belsejében, ahol marha nagy nyomás van, elektron meg szeretne kiterjeszkedni. Miért? Hát miért nem fér el sok jó elektron egy helyen? A Pauli elv miatt. A Pauli elv nem engedi, ugye azt mondja, hogy egy részecske egy állapotban, két elektron nem lehet ugyanott. Ezért durván úgy lehet számolni, hogy egy ilyen Compton hullámhoznyi hely kell neki. És a protonok jól elférnének meg a neutronok, a protonok kicsit taszítják egymást elektromosan, de a neutronok például kiválóan elférnének sokkal kisebb helyen, mert 2000-szer akkora tömegük. Ezek a nyomvat elektronok is ott vannak, és jó nagy hullámhosszuk van. Ezért ez a folyamat, tessék megnézni, mit csinál, durván úgy képzelhetjük el, hogy ez a külső nyomás ezt a folyamatot kultiválja, bepréseli az elektronokat a protonokba, és akkor neutron lesz belőle, a neutronok egyrészt semlegesek, tehát elektromos taszítás sincs, másrészt sokkal kisebb a Compton hullámhosszuk, sokkal kisebb helyen elférnek, a nyomás összenyomhatja az anyagot. A Le Chatelier-Brown elv alapján, hogyha összenyomják, akkor az anyag olyan folyamatokkal reagál, ami ezt kedvez, tehát akkor beomlik, és neutron lesz belőle. A neutrinó viszont elmegy. A neutrinó, ezt most mondtam el, a nyomás bepréseli az elektronokat, kis Compton hullámhosszú neutronok keletkeznek, az anyag még sűrűbb lehet, de a neutrinók elmennek. Miért mennek el a neutrinók a csillagból? Neutrinók ugye csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt. Közönséges körülmények között kiszámolták, hogy 100 fényévnyi kőzeten, hogyha átmennek, tessék, elkezd, itt van két neutrinó, oda teszem a földgömböt, meg még egy földgömböt, meg még egyet, és pont. 100 fényévet, és ott a végén ott az utolsó földgömbök, és egyik neutrinó még mindig túlélte. Tehát átlagosan a fele nyelődik el ennyi kőzetben. Úgy mondják, hogy az átlagos szabad út hossza 100 fényév. Ezt a kísérletet még nem végezték el, de közvetett módon erre következtetünk, hogy így van. Közvetlenül így nem csinálták, mert nehéz lenne lerakni a bolygókat, hogy ne menjenek el egymás mellől. Na, a csillagoknak ez a forró és sűrű anyag, amiről eddig szó volt, az is gyakorlatilag átlátszó a neutrinóknak a számára. Tehát amikor a belsejében megindulnak ezek a reakciók, amelyekben neutrinók keletkeznek, a neutrinók azonnal kiszaladnak a csillag belsejéből, és kiviszik az energiát. És a számolások szerint ennek az energiának a 99%-át a neutrinók viszik el. Korábban ugye nem is látták. Neutrinók nagyon nehéz detektálni. Pont azért nehéz, mert olyan kevéség hatnak kölcsön. Ha csak átlátszó anyagok lennének, akkor nem lehetne fényképezni se. És mert akkor nem tudnák megfogni a fotonokat. Tehát ami jól kijön az anyag belsejéből, mert nem fogja meg az anyag, azt nehéz detektálni, mert nem fogja meg az anyag. Ugye állandóan ezzel a problémával küzdködnek a kísérleti fizikusok. Mondtam, és a neutrinók jól kihozzák az energiát a csillag belsejéből. Most ez a hűtés, ez megint csak elhozza az energiát, és ezért melegszik a központ, de nem annyira, mint anélkül melegedne. Az előbb lerajzoltam, hogy a két stacionáris állapot után mennyire nőne a hőmérséklet, hát most nem nő annyira, ezt mennyire lehet rajzolni. Ez a negyedik nukleáris hűtőgép, ami beindul. Tehát itt most ez lett volna a korábban megrajzolt görbe, ahhoz képest a valódi az valami ilyesmi. Nő a hőmérséklet, de nem annyira. Ez egy nagyon hatékony hűtés, ami kihozza az energiát a csillag belsejéből. Meddig tart ez? Hát ez most nem addig, amíg el nem fogynak az atomok. Egészen más fogja megakadályozni. A hőmérséklet itt nő tovább, és egyszer csak körülbelül 40 milliárd fok környékén új dolgok történnek. Tehát így képzeljük el, hogy a csillagnak a belsejéből a neutrinók kiszöknek. Ott az a belső maga, ahol keletkeznek a neutrinók, a külső zóna zúdul befelé éppen. Ezek ilyen perces reakciók. Tehát
csillag életének utolsó néhány percét részletezzük. Most a neutrinok mennek ki és viszik el az energiát. De tudjuk, hogy a gyenge kölcsönhatás energiafüggő. Nagyobb energián, akármilyen gyenge, mégiscsak nagy valószínűséggel megtörténik a gyenge kölcsönhatás. Tehát például az, hogy elnyerődik atomokba. Ez az egyik dolog. Másik az, hogy itt már olyan rettenetesen sűrű anyagról van szó, hogyha kicsi is a valószínűsége, hogy egy atommaggal elnyerődik, olyan sok atommag jön ott szembe vele, hogy valamelyik csak megfogja. Körülbelül 40 milliárd fok környékén az a szabad úthoz, amit tehát ütközés nélkül megtelt egy neutrino, ami eddig 100 fényén volt, a 100 méterre változik. És az már benne van a csillag belsejében. És itt keletkezik a neutrino, és ki se jut a csillagból, mert már ott belül elnyerődik, körülbelül 100 méter megtétele után. Tehát akkor mi történik? A befelé hulló anyagban elnyerődnek a neutrinok. Innen a centrumtól mentek kifele, itt kívülről zúdul be az anyag, és van valahol egy ilyen ütközési zóna, és itt elnyerődnek a neutrinok. Akkor nem mennek kifelé. Rendben? Oda tették a táblát. Neutrinok, állj! És ők, ismerik és tisztelik a fizikai törvényeket, tehát megállnak. Mi ennek a következménye? Akkor most már nem tud annyira csökkenni a centrumban a nyomás, mint ahogy eddig gondoltuk, vagy eddig a neutrinok elvitték. Másrészt, az az anyag, ami befelé jött, az falba ütközik, a neutrinok falába. Tessék ezt megint elképzelni és filozofálni róla, hogy a legkönnyebb és legillékonyabb és legkevésbé megfogható részecskék, mint szilárd fal állnak szembe a csillag bezúduló anyagával szemben. Miért is? A neutrinoknak nem csak energiájuk van, hanem azzal arányos impulzusuk is. Amikor megállnak, akkor az impulzust átadják a szembe jövő anyagnak. Átadott impulzus, azt úgy hívjuk, hogy erő. Erőt gyakorolnak a szembe jövő anyagra, és ezzel megfékezik annak a befelé hullását. Tehát itt összeütköznek, szószoros értelmében a kifelé menő neutrinok, eddig így áthatoltak egymáson, meg a befelé jövő anyag, ott létrejön egy ilyen ütközési zóna. Tehát az impulzust átadják, erőt fejtenek ki rá. Tehát akkor most a beomlás is kap egy stoppot, szembe jönnek vele a neutrinok. Hát itt valami nagy bum lesz. Tényleg. Tehát most már a dráma utolsó néhány másodpercénél tartunk, hogy ideig jutottunk, hogy a beomló anyag falba ütközik, nagyot koppan és visszaromlan. Zúdult befelé, jönnek szembe a neutrinok, kopp, mi történik? Összesűrűsödik az anyag, és elindul visszafelé egy lökéshullám. Tehát elindul kifelé egy lökéshullám, most a fekete mutatja azt, hogy onnantól a bezúduló anyagban kifelé egy hullám halad. Ez a hullám mit csinál? A még kívülről érkező anyagot is összesűríti és megállítja. Tehát nem a közvetlenül bennütközött, hanem halad kifelé. És akkor az az anyag, ami még könnyű elemekben gazdag, és éppen igyekszik befelé a gravitáció hatására, az most hirtelen szembe találja magát azokkal, akik előtte jöttek és visszafordultak. Amikor én most a villamosbaleset után jöttem, akkor ugyanez történt. Onnan jött sok ember, és innen megjöttek azok, akik ugyancsak a körúton gyalog igyekeztek arra felé, mert mindenkit leszállítottak a villamosokra. Körülbelül így érezte magam, mint itt a szupernova belsejében. Jó? Tehát ez az anyag itt összetömörödik és felhevül. Felhevül, ezért ebben is megindulnak új magreakciók. Tehát ott kialakul egy olyan pirosan jelzett zóna, amely a még reakcióképes anyagot, tehát a nem kiégett magbeli anyagokat tartalmazta, és ez most felhevül, és ebben újabb energiatermelő magreakciók indulnak. Bizonyos számítások szerint itt keletkezik a fluor. Ezen vitatkoznak, de mindesetre ez nagyon jól hangzik, hogy amikor fluoros fogkrémet használ az ember, Supernova márkájú fluoros fogkrém, csak neked gyártotta a Supernova, ebben az utolsó néhány másodpercben külön gondolt a fogaidra. Jó? Tehát itt keletkezik, az nagy rejtély volt, hogy a fluoratom maga az honnan származik, és egyesek szerint pontosan ezekben a pillanatokban jön létre. Na most ebben, itt megindul egy újabb lökéshullám. Ugye ez az anyag, az a pirossal jelzett anyag, az hirtelen fölforrósodik, energiát termel, és onnan kifele és befele is megindul egy hullám. Tehát egy újabb lökéshullám. Az egyik része befele megy, és az a csillag anyagát, a központot összenyomja.
Az a központ, ami eddig ekkora volt, az még kisebb és még sűrűbb lesz. És attól függően, hogy mekkora volt az eredeti csillag, itt ebből vagy neutron csillag lesz, vagy fekete lyuk. Mind a kettő körülbelül 10 kilométeres. Nagyjából annyi tömege van, mint a napnak. Tessék elképzelni, napot összenyomnánk akkorára, mint fél Budapest. Ugye a fehér törpe is egy eléggé sűrű objektum volt. Azt szokták mondani, hogy egy kis kanálnyi olyan nehéz, mint egy teherautó. Hát akkor a fehér törpe az egy csillag tömeg, bolygó méretre összenyomva, de most egy város méretre van összenyomva, az még sokkal nagyobb sűrűség. Ha pedig még kicsit nagyobb a tömeg, akkor már fekete lyuk lesz, arról természetesen más előadások szólnak, tehát az külön izgalmas dolog. De a kifelé menő lökés hullám is megindul, és azzal mi történik? Kifelé menő lökés hullám lefújja a csillagnak a külső rétegeit. Ugye itt kijebb még voltak olyan rétegek, amiket nem rajzoltam le, vidáman folytak a békés termelő munka, a békés magreakciók meg egyebek, és egyszer csak ott a belsejében, a csillag belsejében zajló zavarodások következtében megindul kifelé egy hatalmas hullám, és lefújja az anyagot. És az anyag ez kidobódik az űrbe. Lesz egy nagy, forró, fényes, táguló gázfelhő. Ezt hívják szupernovának. Tehát mi ezt látjuk. Nem ezt a pici, 10 kilométeres, izgalmas zónát, aminek a történetét elmeséltem, hanem amikor ledobja a csillagnak a külső tartományát, akkora nagyra megnő és olyan fényes lesz, hogy vetekedik a fényességben egy galaxissal. El lehet szokás jelölni a luminozitást, tehát fényességet. Szupernova fényessége körülbelül akkora, mint az egész galaxisé. Egy galaxis az tipikusan 100 milliárd csillagból áll. És egyetlen egy csillagnak a felrobbanása olyan fényessé teszi azt az egy objektumot, mint az egész galaxis. Tehát ez egy csillagnak a fényességének a sokszorosa. Na most ez, amit itt elmeséltem, ez a kettes típusú szupernova, mert van egy egyes is. Az egyes típusú szupernovák történetéért nemrég adták ki a Nobel-díjat, hiszen annak segítségével fedezték fel azt, hogy az univerzum gyorsulva tágul. Ez egy egészen más mechanizmus, tehát arról most itt mennyiség szó. Tehát ez nem az összes típusú szupernova volt. Ilyeneket galaxisok spirálkarjaiban lehet látni, és nagy tömegűt, és ezért viszonylag fiatal csillagok, akik nagyon hamar, csillagászat értelme nagyon hamar, tehát kb. 10 millió év alatt elhasználták az üzemanyagukat, és akkor elérkeztek itt az élet utolsó fázisához. Íme ez egy rajz, hogy körülbelül így néz ki egy ilyen szupernova, de vannak valódi fényképek is. Ez a születésnapi szupernova, ez természetesen a kislányom 10 éves születésnapján robbant a Magellán felhőbe. Elég nagy szervezésbe telett, hogy 170 ezer évvel ezelőtt megrendeltem neki, hogy a születésnapján robbanjon, de minden esetre 1987. február 23-án találták meg. Most amit itt látunk, ez egy nagyon érdekes tűzgyűrű, amikor a szupernova robbanásnak a lökés hulláma utolérte a csillagnak a életének a korábbi fázisában, amikor vörös óriás volt meg ebben, akkor is pöfögött ki magából gázfelőket, amik viszonylag lassan mentek kifelé, és a nagy robbanásnak a kidobott anyaga utolérte és fölizította. Csillagászok tudták követni, hogy először csak egy pontba gyulladt ki, aztán a másik pontba, mint a karácsonyfa gyertyák, aztán végül egy ilyen szép tűzgyűrű lett belőle. Ez egy 2005-ös felvétel, és 5 évvel később is így ragyogott ez az egész objektum a Magellán felhőben, nagyon, nagyon szép. Magát a robbanást azt nyilván nem így fényképezték le. Ez pedig a híres nevezetes rákköd, ezt kínai csillagászok látták 1000 valamennyiben, tehát körülbelül 1000 évvel ezelőtt. Leírták, hogy az égnek melyik helyén, tehát melyik általuk, milyen sárkánynak nevezett csillagkép mellett volt egy nagy fényes csillag, és most oda néztek a csillagászok, és ezt az izét látták. Ez egy nagy sebességgel táguló gázfelhő, azóta már megvizsgálták röntgenfényben, ultraibolyában, egyebekben, mindenféle bonyolult belső struktúrát lehetett látni. Az a lényeg, hogy majdnem fénysebességgel száguldozva elektronok alkotják ezt az erős mágneses térrel bejárt struktúrát, attól ilyen furcsa. Én nem látom benne egy rák, de hogy első ránézésre állítólag rák. Tehát ez nem a rák csillagképben van, hanem ő maga hasonlít a rákra, azt mondták, a bikában van. Jó? Tehát így néz ki egy szupernova maradvány. Azóta már nagyon sokat találtak. Úgy tűnik, hogy egy galaxisban 1000 évenként körülbelül 3-4 szupernova robban. Nekünk már megvolt, egyet láttak a kínaiak, egyet látott Tycho Brahe az 1500-as években, egyet látott Kepler 50 évvel később, ekkor még nem voltak távcsövek.
Mióta távcső van, a mi galaxisunkban nem robbant. A nagy magellán felhő az a mi galaxisunknak a kísérője, tehát ez a legközelebbi. Viszont a távoli galaxisokban naponta vagy hetente látnak. Abból elég sok van, tehát 100 milliárd galaxis ismerünk, elég sokat kell néznie, és akkor látunk szupernovákat. Ha túlságosan közel lenne, az nem lenne jó, mert akkor annak a sugárzása az itt áthatolna a naprendszer védőrendszerén, vagy légkörön, illoszférián, és akkor nekünk se lenne jó. Tehát a csillagászok úgy rendelnek, hogy adjál már uram egy közeli szupernovát, ne túl közelít, és akkor megadják a pontos paramétereket, hogy hol legyen. Hogy ami jól észlelhető, de azért még katasztrófát nem okoz. Na most másrészt, ha végig gondoljuk, ez a szupernova, ez a legnagyobb környezetszennyezés. A szupernova szétszórja az anyagát az űrbe. Mi ez az anyag? Hát az a sok nehéz atommag, amit legyártott. Meg persze csomó hidrogén, meg hélium, ami még nem használódott föl, de az a sokféle nehéz atommag, amit legyártott. Amikor ezek szétrepülnek és kihűlnek, akkor felszedik az elektronokat. Létrejönnek végre az első atomok. Jöhetnek a vegyészek. Eddig még nem volt kémia a világban. Az első atomok, tehát elektronhéjjal ellátott tisztességes atomok ilyenkor jönnek létre. Sőt, a szilárdtest fizikusok is ilyenkor kezdhetnek kapaszkodni, mert találtak szétrobbanó szupernováknak a szétrepülő gázfelőjében arra utaló jeleket, hogy ott vaskristályok vannak. Tehát a vasanyag, ami a szupernova magjából szétspriccelt, az rögtön ilyen pici kis tűszerű kristályokba rendeződött el, erős a mágneses tér, és az párhuzamosan elrendezte, és úgy működik, mint valami nagy mézer, vagy lézer, meg egyébek, szóval csodálatos struktúrák alakulnak ki. Por, meg minden, létrejön a nehéz anyagokkal teli gázfelhő. Később aztán ezek a gázfelhők újból összesűrűsödnek csillagokká. A napban van egy csomó vas meg szén, de nem a nap gyártotta, a nap még fiatal ehhez, és nem is fog ideig eljutni. Korábbi szupernova robbanásoknak a maradéka szennyezte be azt a gázfelhőt, amiből a nap összesöpörődött, meg a maradék, ami körülötte volt, hát abból lettek a bolygók. Tehát, hogyha az ember lerajzolgatja az egészet, akkor nagyon nagy hasonlóságot talál a nukleáris ciklushoz. Ott az uránbánya, kibányásszák, földolgozzák fűtőelemekké, elviszik az atomreaktorokhoz. Rendes ember rögtön megcsinálja a reprocesszálót is. És akkor megindul egy körfolyamat. A fűtőelemet betik az atomreaktorba, a reprocesszálóba, kivonják belőle az, ami még használható, és vissza. És hát valami szemetet azt elvisznek a hulladék temetőbe. Ugyanilyen, itt az ősanyag, ez a kezdeti hidrogén, meg hélium volt, ebből létrejött egy gázfelhő, abból összeállt egy csillag, a nagy csillagok később szupernovává válnak, és szétdobják az anyagukat a galaxisban. Az újabb gázfelhőkbe tömörül, abból újabb csillagok lesznek, megindul ez a körforgás. Most az a kis maradék szemét meg por, amiből éppen nem lesz csillag, hát abból a hulladék temető meg egyebek, szóval abból jönnek létre az ilyen szilárd anyagokból álló dolgok, mint például a Föld. Ugye egy kicsit az univerzum átlagos anyagához képest kevés a hidrogén meg a hélium, és kicsit több van a többiből. Láthatóan ez nem tipikus kozmikus hely, hanem ez a szemétdomb vagy valami ilyesmi. Na akkor még egyszer gondoljuk végig, és most már tényleg az utolsó diánál tartunk, mi is történt itt. Van ez a forró fényes táguló gázfelhő. Négy egymást követő hűtési rendszert kapcsoltunk be. Ennek következtében a csillag középpontja sikeresen felhevült 100 millió fokról 100 milliárdra, és a végén még fel is robbant. Nekem nagyon emlékeztet egy régi kedvenc történetemre. Remek szerkezetet terveztem, meg kerekezermester. Pontosabban nem ő volt az illető, hanem a gravitációnak a speciális asztrofizikai működése okozta a dolgot, de hát majdnem megkerek volt az egész. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.